negyedik alkalommal került megrendezésre a Back of Technology Day konferencia. A program kialakításakor igyekeztünk figyelembe venni a korábbi évek visszajelzéseit. A rendezvény vendégelőadók előadásai is színesítették, és a kiállító térben érdekes interaktív bemutató alkalmazásokat lehetett megtekinteni. A rendezvény során az előadások alatt elsősorban az új termékeinket szerettük volna bemutatni a hallgatóságnak, míg a demo alkalmazásokkal főként mindennapi és általános problémákra próbáltunk meg választ nyújtani az érdeklődőknek. Illetve bemutattuk azt, hogy a TwinCAD rendszerünk a SolidWorks 3D modellező rendszerrel hogyan tud együttműködni virtuális üzembehelyezés terén. Az idei Back of nyílt napon az optikai, mágneses és lézeres enkóderekről beszéltem, illetve az inkrements és abszolút mérési elvek közötti alapvető különbségről, hogy ügyfeleink minél inkább megértsék ezeknek a rendszereknek a használatát, és így biztosabb kézzel válasszák ki a nekik legmegfelelőbb eszközöket. Az én előadásom témája különböző mérőrendszerek, klasszikus és innovatív mérőrendszereknek az összehasonlítása. Ebben az esetben azt kell érteni, hogy hogyan kellene és hogyan lehet mondjuk saját szempontrendszer különböző méréstechnikai megoldásokat összehasonlítani. Természetesen azt tudni kell, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján az részben szubjektív és objektív adatok voltak megmérve, de úgy gondolom, hogy az előadásom alkalmával sikerült ezt objektívé tenni. Előadásom első felében a Back of épületautomatizálási megoldásairól beszéltem, milyen hatással van az energia megtakarításra, valamint a komfortra egy adott épületen belül. Az előadásom második fele pedig a színpad és látványtechnikai megoldásainkról szólt. Ezen belül bemutattam, hogy a Back of vezérlő elemekkel hogyan lehet a különböző látványtechnikai elemeket megmozgatni, vezérelni, valamint hogy hogyan tudjuk megvalósítani a rendszerek közötti szinergiát. A Back of technológiai újdonságain túlmenően a Back of által fejlesztett Ether 2 technológiáról is eltekintést kaphattak a résztvevők.